gyerekkoromtól kezdve a dob felé érdeklődtem, tehát mindig járt kezem lábam, úgyhogy hát és akkor így végig jártam azt, amit kellett, és elég hamar bekerültem a vérkeringésbe, már 15-16 évesen. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon, de nagyon nagy isteni adomány, ez a tehetség, amit én kaptam, és ezt én megpróbáltam meghálálni, meg is próbálom, még remélem sokáig, és azt gondolom, hogy elég sok mindent elértem, ami álmom volt, amit meg kellett magamnak tenni, ha lehet így mondani, az én mércémnek. Játszottam Amerikában nagyon sokat, játszottam a világ leghíresebb jazzklubjaiban, Európában, Amerikában, játszottam a Blue Note-ban, játszottam a Jazz Standards-ben, játszottam a Smalls-ban, New York-ban, úgyhogy elég sok mindent elértem, ami egy nagy álom volt akkor nekem még gyerekként. Tehát, hogy végigvinni, az 6 éves koromtól kezdve megcsináltam azt, amit a legjobban kihozhattam magamból. Tehát, hogy mindig arra törekedtem, hogy soha ne álljak meg, hanem fejlődjek, és ez a mai napig így van, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog. Jazz az egy olyan műfaj, amit Magyarországon egy picit sokkal, de sokkal jobban pártolhatnának, ezt így ki kell mondani, mert hogy rengeteg jó zenész van itt Magyarországon, rengeteg jó zenész van, és rengeteg jó zenész járja a világot, amiről nem tud a média. Nagyon sokszor nem számolnak be úgy, mint amiről kellene. És hihetetlen nagy sikereket érnek el, nem beszélve arról, hogy híresbítik az országot. Tehát, hogy a jazz egy nemzetközi nyelv, és erre nyilvánvalóan jobban oda kellene figyelni, de kezd szépen kialakulni, és nem rossz a helyzet. Szóval, hogy azért nyitottak a kapuk most már, tehát, hogy lehet menni, lehet haladni, csak csinálni kell, meg hát tényleg jó lenne, hogyha egy kicsit az ország odafigyelne, és pártolná a tehetségeket, tehát tényleg felkapná is, és jó lenne.
mindannyian játszunk modern, illetve mainstream jazz is, de valahogy a legfontosabb számunkra, hát ha csak azt mondom, hogy Balú István barátom évtizedek óta Dress Mihály zenekarában játszik, tehát ez a hasonló, és Szabados Györgyel nagyon sok hosszú ideig együttműködött. Én nekem a népzenei múltam, a Vujčić együttes és más népzenei produkció kapcsán is nagyon erős. Azt érezzük, hogy a jazznek most már egy jó ideje kialakult itt Kelet-Közép-Európában egy olyan ág, ami nagyon sajátos nyelv, és erre most már tényleg a világ szerte is felfigyelnek. Azt mondhatom, hogy számon tartják, hogy itt valahogy másképp játsszák. Nagyon érdekesnek találják azt, hogy benne van a népzenénk, vagy nem csak a magyar, hanem a Kárpát-medencében élő népek zenéje, Bartók zenéje, Kodályé, és még sorolhatnánk, tehát az a fajta modern zene, modern klasszikus zene, amelyben szintén éltető eremként ott vannak a népzenei gyökerek, de ez természetesen nekünk ez nagyon, nagyon fontos volt az identitásunk meghatározása során. Ezt most zenei, művészi értelemben mondom, hogy az ember mikor a saját hangját megtalálja, akkor érzi, hogy melyek ezek az elemek, illetve akár ez hangszer is vonatkozik, az én esetemben minden koncertre, jazz koncertre viszek népi hangszereket is. A magyar népzenével, illetve hát én mindig ezt a Kárpát-medencei szót használom, hiszen nagyon sok nép élt és gazdagította egymás kultúrát. Ez Bartók nagyon szépen látta, hogy ezt így kell szemlélni egységben, hogy ő a magyar, mert nagyon sok román, délszláv és szlovák népzenét is gyűjtött, de ő is egyébként ment még lejjebb, török és arab népzenét is gyűjtött, és ezekből egy hihetetlen sajátos muzsikát alkotott. Azt hiszem, hogy az a jazz, amelyik itt a világnak ezen a táján éledezik, és most már itt 2-3 évtizedes virágzásról beszélhetünk. Ebben is ez nagyon-nagyon fontos, és ezért van az, hogy valahol meghalljuk, és rögtön szükség, ja, ez valahonnan innen van. We'll be right back.
Europeans like jazz. All over Europe and the UK, people love jazz. Az európaiak szeretik a jazzt. A kontinensen és Angliában is imádják a jazz muzsikát, még olyan távoli helyeken, mint Taiwan vagy Japán is szeretik az emberek a jazzt. Mégis, azt kell, hogy mondjam, a jazz rajongók körülbelül 40-50%-a az Egyesült Államokban él. Jazz is an American classical music. It started being dance music, you know, it started off. A jazz Amerika klasszikus zenéje. Annak idején még tánczeneként indult, ugye a zenészek játszottak, az emberek pedig táncoltak a muzsikára. Ez tulajdonképpen egyfajta folkzene, népzene valamilyen értelemben. Voltak időszakok, amikor hihetetlenül népszerű volt. Klasszikus zene ez, nagyon erős népzenei hagyományokkal és rengeteg olyan hatással, amelyet az Afrikából Amerikába hurcolt fekete rabszolgák gyakoroltak rá. Természetesen más hatások is érződnek rajta. Vegyük például az európai klasszikus zenét, amely különböző országokból, Franciaországból, Spanyolországból érkeztek és formálták a jazzt. Végül mégis azt kell mondjam, hogy mindent összevetve a jazz ősét a gospelben és a bluesban kell keresni. Ma pedig úgy mondanám, hogy valamiféle klasszikus művészeti forma, amit Amerikában találtak fel. So it's instantly recognizable as some kind of classical art form that was invented in America. Igazából anyukám fazekait és fedőit használtam föl erre, és fakanalakkal próbáltam hangokat kicsiszolni belőlük, és miután ezt megunták, akkor találták meg Csizmadél Lászlót Szegeden, aki nagyon híres tanár, és belekezdtünk el dolgozni, amikor 6 éves voltam, és hát vele 13 évig dolgoztunk együtt. Aztán felkerültem Pestre, Kőbányai Zenei Stúdióban, és ott tanultam tovább 2 évig. Majd utána kerültem el Londonba, és ott végeztem el az egyetemet. Végül.
igazából ezen is nagyon sokat gondolkoztam, hogy mi is ez. Én nagyon határozottan valamilyen groove zenének mondanám, mert nagyon fontos benne a groove, a ritmus és az egésznek, és igazából zene, amit élvezünk játszani, és semmi extra, szóval nem. A jazz abban nyilvánul meg, hogy a tipikus jazz akkordokat játsszák, a jazz skálákat, viszont semmi tipikus jazz akkordok vagy akkordváltások azok nincsenek annyira benne, mint egy standardben mondjuk. Külföldön. Az a terv, hogy ezzel a zenekarral mindenféleképpen külföldön. Most megpróbálom még itthonról ezt az egészet szervezni, aztán, hogyha úgy tűnik, hogy jobban megy külföldön, akkor valószínűleg külföldre kell áthelyezni a központot, a bázist. Különleges trió, egy nagyon nagy barátság, 12 éve létezik, és így évente tudunk összejönni, fél évente van egy-egy koncert, hol valahol Európában, hol itt Magyarországon. És mindig örülök, hogyha a magyar közönséghez elhozhatom a Hamidot, mert azt gondolom, hogy ezt mindenkinek hallani kéne.
a szerelem a legfontosabb mozgatórugó az egészben, méghozzá a zenéhez kapcsolódó szerelem. 14 éves voltam, amikor elkezdtem, ez most volt, nem olyan régen, 25 éve. Úgyhogy hát azóta azzal töltöm a napjaimat, hogy szeretnék ez a csodálatos világhoz, ami a zenéből árad egyre közelebb kerülni. Úgyhogy minden nap ezzel foglalkozom, ez egy határtalan közeledés, úgyhogy vannak perspektívák, de csodálatos út. Emberekkel szeretnék találkozni, szeretném magamat körülvenni, vagy a társaságokba kerülni, akik nem úgy gondolják, hogy valamik. Nem dobos miniszterelnök, vasúti kalauz, mert mindenek vagyunk. Tehát a Hamid is ugyanúgy, ahogyan dobos, ugyanúgy egy szellemi vezető, ugyanúgy egy tanuló, ugyanúgy egy kisgyermek, és ugyanúgy egy öreg bölcs. És ugyanúgy, amennyire férfi energiái vannak, ezt lehet érezni, mert a koncerten ugyanúgy az a női, nagymamás, befogadó, melengető energiája is megvan. Én magamat sem sorolnám egy altszaxofonos közé, vagy az altszaxofonosok közé. Nem vagyok jazzzenész, egy ember vagyok, aki keresi azt, hogy miért is született meg ebbe a világba is. Ennek vannak különböző módjai. A zene az egy csodálatos feljáró. De önmagában nem érdekel a zene. Az üzenettel töltött zene érdekel. Ez a három ember ezen a koncerten azt keresi, hogy mi a dolga itt a Földön. Azt keresi, hogy hogyan tudja ünnepelni a szépséget, az igaz dolgokat, az egységet, hogyan tud tenni a gyűlölet ellen, az intolerancia ellen, hogyan tudja emlékeztetni az embereket arra, hogy igazából szabadság van, és igazából bármit tehetsz, hogyha elhiszed. Szóval az üzenet talán egy kicsit olyasmi, hogy nem kell feltétlenül szenvedni, amit az összes politikus és amit az összes média és minden sugal, hogy hát gáz van. Nincs gáz, mert szabadok vagyunk. Erre próbálunk emlékezni. Mamy duży szacunek jakby do tradycji jazzu i dużo jakby bierzemy jakby od mistrzów.
Amint látjátok, a mi bandánk pont olyan, mint egy jazzzenekar, egy jazz quintet, és bár ugyanúgy dolgozunk és építkezünk, mint a nagy elődök sok százan, mégis megpróbálunk valahogyan modernek lenni, a korszellemnek megfelelőek. Megpróbáljuk kifejezni az érzéseinket a világgal kapcsolatban, amelyben élünk. Ma már mindent áthat a technológia fejlődése, az internet, az információ szabad áramlása. Ma már így működik a világ. Ezért van, hogy mindent mindennel összekeverünk, ezért lesz olyan a muzsikánk, mintha jazz lenne, pop, drum and bass, vagy éppen néhol techno. Mi már felhagytunk azzal, hogy kategóriákban gondolkodjunk, a lényeg a zene és az improvizáció. Thank you.